délelőtt elkezdtünk ezen elmélkedni és imádkozni is, hogy életünkben vannak ilyen helyzetek, amiket nem tudunk hova tenni. Vannak megpróbáltatások és kísértések. És általában a megpróbáltatás mindig kísértéssel jár, ezek úgy együtt járnak. És úgy említettem mellesleg, hogy sajnos az is megpróbáltatás, amit mi nem annak élünk meg, az ilyen nagyon kellemes, amikor sikeresek vagyunk, amikor minden jól megy, igazából az is megpróbáltatás is. Hogy a célja Istennek tulajdonképpen az, hogy ezeknek a megpróbáltatásoknak a szele, ez minket tanítson meg szeretni, mert hogy nála ez számít, a szeretet. És úgy néz ki, hogy ez a szeretet, ami nála számít, olyan nagy és olyan annyira meghaladja a mi kicsi emberi lényünket, hogy szükségünk van ilyen sok évtizedre, hogy egyáltalán eljussunk oda, hogy amikor eléje lépünk, akkor úgy tudjuk befogadni az ő teljes, nem az ő teljes dicsőségét, mert sose fogjuk befogadni, de hogy valamennyire tudjuk ezt befogadni, tudjunk ezzel élni, és ez az ő dicsősége minket ne elpusztítson, hanem hogy élvezhessük, és egy örökké valóságon keresztül vele lehessünk. És azt is mondtam, hogy a szeretetre való készségünk sajnos nincs olyan jól kialakulva. És hogy hát Jakab leveléből olvastuk ezt a részt, hogy hát végül is pont emiatt, amikor megpróbáltatásukban van részünk, akkor örüljünk. Akkor is, hogyha most nem örülünk a helyzetnek, de örüljünk annak, hogy azt jelenti, Isten dolgozik velünk is. Az a tény, hogy most még lélegzel, ez azt jelenti, hogy még nem végzett veled Isten. És ez valahol jó, mert lehet, hogy most így, ahogy vagyok, még nem lennék kész arra, hogy az ő teljes dicsőségébe belépjek. Sokat idéztem a zsidókhoz írt levélből, és most ezzel mennék tovább, ugyancsak a zsidókhoz írt levélben egy hosszabb rész, amit nem tudom, hogy mennyire értettetek eddig, és én megpróbálok most egy magyarázatot szolgáltatni ehhez. 12. fejezetben van egy ilyen rész, ahol azt írja az író, ugye nem tudjuk, hogy ki írt a zsidókhoz írt levelet, régebben azt hittük, hogy Pál apostol, de úgy néz ki, hogy nem ő volt az. Ezért a címe a zsidókhoz írt levél, nem Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele, hanem a zsidókhoz írt levél. Valaki, aki az értette Pált, valószínűleg kapcsolatban volt vele, mert hasonlít egy kicsit a gondolkodásmódja, de ez mindegy, ez csak zárójel. Amit itt olvasunk, vigyázzatok, tehát ne utasítsátok vissza azt, aki beszél. nem rólam van szó. Mert ha azok, akik vonakodtak meghallgatni a földön szólót, nem menekültek meg, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Itt most miről van szó? Ki szólt hozzájuk a földön? Ez egy utalás, tehát azelőtt Mózesről volt szó, és a választott népről, akik kivonultak Egyiptomból, és arra utal, hogy amikor a választott nép kivonult, és a Mózes nagyon tisztán adta át a tanítást, és nem, ugye a nép azért nem minden további nélkül fogadta el ezt a tanítást, hanem zúgolódott, és akkor Isten meg kellett büntesse őket. Nem mert ő ezt akarta, hanem mert muszáj volt. Mert ők kiestek, kiléptek Isten kegyelméből. Tehát azt mondja, most is az új szövetségben, tehát nem rám vonatkozik ez, hanem az új szövetségre, Jézusnak az üzenetére. És azt mondja, ha azok nem menekültek meg, akkor, ahogy a kígyók és mindenféle emlékeztek, az ószövetségi történetekre, akkor mennyivel inkább az új szövetségben, amikor már maga Jézus jött el és beszél hozzánk, ha ezt mi visszautasítjuk, akkor sajnos nem azért, mert Isten rossz és alig várja, hogy minket megbüntethessen, de sajnos ez történik. Az ő szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz. Még egyszer, nem csak megrendítem a földet, hanem az eget is. Ez a még egyszer annak a annak a megváltozására utal, ami megrendül, mert teremtmény, hogy megmaradjanak azok, amelyek rendíthetetlenek. Mivel tehát rendíthetetlen országot nyertünk, őrizzük meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel szolgáljunk.
mert emésztő tűz a mi Istenünk. Megint egy ilyen nehéz mondat, és egy csomó minden, hogy most akkor mit rendített meg? Ez a megrendített, ez arra utal, amikor a Sínai hegynél, lehet, hogy emlékeztek a történetre, ott volt a nép, és meg is ijedtek, mert földrengés volt. Megrendítette, és azt mondja, hogy Isten meg fogja rendíteni újból. Ez vonatkozik a végidőkre is, hogy amikor mielőtt Jézus visszajönne, minden megrendül, de nem csak arra vonatkozik, a te életedre is vonatkozik. Mert te kicsiben megéled azt, ami az egész emberiséggel nagyban történik. Azt mondja Isten, hogy azt mondja Isten igéje, hogy mindazok van a területeken a te életedben, ahol keménység van, ahol kemény a te szíved, Isten megrendít. Egyáltalán újból és újból lesznek megrendülések azért, mert vannak olyan dolgok, amik jobb, ha összedőlnek. Földrengéskor derül ki, hogy egy épület mennyire van jól megépülve. Amikor nem mozog a föld, akkor majdnem minden áll, a kártyavár is. De ha egy kicsit megmozgatják, akkor derül ki, hogy ez jól volt megépülve, vagy nem. És ezért Isten újból és újból, nem azért, mert ő nem tudná, emlékeztek, a reggel is mondtam, azért, hogy kiderüljön előtted is, hogy hol vannak azok a területek, ahol neked, te kártyavárat építettél, és hol van az, ami jól van megalapozva. És itt nem arról beszélünk, hogy mire építettél, mert Pál mondja a korintusi levélben, hogy az fog kiderülni, hogy az alapra, ami Jézus, mit építettél. Tehát még Jézusra is lehet építeni olyat, ami gyenge. És lehet olyat is építeni, ami stabil. És Isten időnként a te életedet megrázza, hogy derüljön ki, hogy hol van a lényeg, és hogy hol kell neked még dolgoznod. Ez történik különben az egyházzal is. Az, ami történik így világszinten, hogy ilyen támadások, vagy most kiderültek, ugye újból és újból kiderülnek ilyen visszaélések, hogy papok és minden, ezek nem mások, mint Isten megrázza az egyházat, mert van, ahol meg kell rázni. Sajnos. Persze mi attól még kiállunk az egyház mellett, saját egyházaink mellett, és nem vetjük el, de valahol azt kell mondjuk, ez így rendben van, hogy megrázkodjon, hogy igen, ki kell derüljenek dolgok, és meg kell tisztítuljon az egyház. És helyes az, hogyha végre valahára, például Rómából is most már azt mondták, most már ennek utána járunk, és nem hagyjuk, hogy csak úgy, na, valahol el... Ugye az elején megpróbálták elrejteni a dolgokat, és az kiderült, hogy az nem jó. És sok minden, az, ami Európában történik, nem csak ezzel a visszaélés botránnyal, hanem egyáltalán, hogy az egyház így összeomlott, sok minden, sok struktúra, régi struktúrák nem működnek, ez egyszerűen az, hogy Isten megrázza. És azt mondja, nézzétek meg, ti felépítettetek egy szép világot magatoknak, na vannak ebben, vannak jó dolgok, azok megmaradnak. Én nem hiszem, hogy a kereszténység kihal, Európában sem, de vannak dolgok, amiknek jobb, ha összeomlik most, mint ha a végén, mikor Isten trónja elé kerülünk, kiderüljön, hogy ugye semmi sincs. Hát üdvözülünk, mert azt mondja Pál is, hogy hát üdvözülünk, mint egy tűz által, de mivel megyek át? És erről van szó, amikor megpróbáltatásokban van részed, pont erről van szó, hogy szükséges, hogy Isten megrázzon. Hogy felébredj. Ezt nevezzük ébredésnek. Mikor felébredsz, állj meg ember, amit eddig azt hittem, hogy Istennel járok, de úgy néz ki, hogy legalábbis ezen a területen és ezen a területen nem Istennel járok. És ennek van két módja. Akár úgy, amiről úgy délelőtt is többet beszélünk, és még egy kicsit fogunk most is beszélni, amikor nagyon nehéz idők jönnek rád, amikor tényleg nagyon-nagyon összeszorítod a fogaidat, és nem is érted, hogy mi történik, és sokat sírsz, és valamikor, mikor kijössz belőle, hogy visszatekintve azt mondod, az egy értékes idő volt. Ugye kinek volt már ilyen idő az életében, hogy visszatekint, akkor nagyon nehéz volt, de visszatekintve azt mondod, azért értelme volt. Van ilyen, ugye? Igen, ismeritek. Akár úgy is, hogy áldásban van részed, és akkor kiderül, hogy ki vagy. Azt mondják, ha azt akarod tudni, hogy valaki milyen ember,
adj neki hatalmat és pénzt, és akkor kiderül. Na, amikor nincs hatalmas pénze, akkor lehet, hogy nagyon szép képet mutat magáról, de amikor megtehet bármit, akkor nagyon kiderül, hogy ki vagy. Sok ember nem tud ezzel mit kezdeni, nem tudja jól kezelni ezt. Úgyhogy vannak ilyen és olyan megpróbáltatások. És hát az énekek énekéről én már sokszor beszéltem, és talán már hallottatok ilyen tanítást, hogy az énekek éneke az a könyv, amit én szeretek átvitt értelembe értelmezni, mert konkrétan egy kicsit szegényes lenne, hogy itt két ember szerelméről van szó a Szentírásban, az is szép, de ugye meg vagyunk győződve, hogy az énekek éneke arról is szól, hogy Isten hogy viszonyul a népéhez, az egyházhoz és Izraelhez. De valahol alkalmazhatom magamra is, hogy Isten és köztem hogy állnak a dolgok, és hogy milyen utat tehetek én meg. Csodálatos az énekek éneke. És most kiragadok egy kis részt belőle. Van egy olyan rész, ahol ez a lány, akiről szó van az énekek énekében, hát már egy elég hosszú utat tett meg, ugye az énekek éneke közepén vagyunk, az elején egy elég éretlen szerelemről beszélhetünk, hogy nagyon-nagyon oda volt ő a férfiért, akit megismert, hogy Salamon király, átvitt értelemben Jézusért. De amikor Jézus kihívta őt a hegyekre, a megpróbáltatásokba, akkor nem akart menni. Azt mondta, menjél Jézus és minden. És ugye az énekek közepe fele valami történik ezzel a lányjal, hogy azt mondja, jó, én megyek akár a Mirha hegyére is, ugye említettem a reggel, a Mirha az a szenvedésről szó, és azt mondja, akár oda is megyek, és akkor egyszer csak a 4. fejezet 16. versében a lány egy ilyet mond, rajta északi szellő, déli szél jöjj, lengj át kertemen, hadd áradjon szét balzsamos illata. Ez a kert allegóriája, ez többször szerepel, a kert az nem más, mint az én lelkem, az én életem, az, ami... És ez a lány eddig többször beszélt a kertről, de mindig a saját kertjéről beszélt, és itt jut el odáig, a következő versben már azt mondja, hogy jöjjön a szerelem az ő kertjébe, mert felfogta valamikor, hogy ez a kert nem az övé. És a mi lelki fejlődésünkben is, az elején, amikor megismerjük Jézus, azt gondoljuk, hogy ez mind azért van, hogy Jézus engem boldoggá tegyen, és az jó is, hogy Jézus boldoggá tesz, de valamikor rájövünk, hogy igazából én nem magamért vagyok, ez a kert nem az enyém, hanem ez az ő kertje. És ez a lány azt mondja, hogy jöjjenek az északi szellők, érdekes, az északi szellőt hívja, nem a nagy vihart, mert reméli, hogy ez nem lesz túl erős, hanem csak szellő. És jön a déli szél, az nyugodtan lehet erősebb is. Miről szól ez? Milyen az északi szellő? Ha északról fúj a szél, milyen? Az hideg és kellemetlen. És mikor délről fúj? Az általában meleg, azt élvezzük, nem? Milyen jó meleg nyáron, mikor fúj a szél, de olyan jó meleg áramlatok jönnek, és ez igen. És lényegében meggyőződésem, hogy körülbelül erről van szó, ez a lány egy ponton, mikor rájön, hogy ez a kert nem érte van, hanem Jézusért, akkor azt mondja, hogy jöjjenek csak a szelek, ezek a megpróbáltatások. És az a nagyon szép, hogy azt mondja, hogy jöhet északról is. Ha ez jó, ha. Azt mondja, jöjjön a szél, lengj át kertemen, hadd áradjon szét balzsamos illata, és élvezze Jézus ezt a balzsamos illatot. Az az érdekes, hogy itt mind olyan illatokról van szó, itt énekelték a dicsőítő csapat, az aloé és minden ezekről. Például, ha a 45. Zsoltárt olvasod, ott Jézusról van szó, pont ilyen illata van Jézusnak. És valamikor a mennyasszonynak is ilyen illata van, mint a vőlegénynek. Ez a lány azt mondja, mindegy, hogy milyen körülmények között, a lényeg az, hogy az én kertem, az én életem illatozzon, és hasonlítson a Jézuséhoz. És Jézus örömét lelje benne. Milyen szép ez a kép. Érthető, amit próbálok? Igen. És legyen északi kellemetlen, vagyis megpróbáltatás, ilyen északi szellő megpróbáltatása, ami nagyon nehéz, amit senki se kíván magának, és rendben is van, mert különben beteg lennél.
hogyha kívánnád. De azt mondja, nem baj, ha jönnek, jöjjön csak. Sőt, akarom, hogy jöjjön, olyan értelemben, hogyha más módja nincs annak, hogy az ércből, még megvan-e az az érc, igen, hogy az ércből arany legyen, akkor rendben van, ha jönnek. De jöjjenek akár a déli szél megpróbáltatásai is, ami ugyancsak megpróbáltatás, fogjuk látni, de ha abból is, hogyha abban is megtanulok helyt állni, akkor jöjjön. Csak Jézus mikor örül? Amikor látja, hogy a te szereteted valóban érett, és akár egy olyan megpróbáltatás jön, ahol nagyon nehéz neked, és a kísértés az, hogy ebből valahogy mindegy, hogy milyen módszerrel, csak lépjek ki, és te mégis helytállsz, akár jön egy déli szél megpróbáltatás, amikor nagyon jó neked, és a kísértés az, hogy elenged magad, és már ne érdekeljen Jézus, most Jézus nélkül is jól vagyok, és abban is, ha te jól helyt tudsz állni, ez lesz az, amikor Jézus azt mondja, ez az én mennyasszonyom, na ez az. Ezt láttam én benned mindig is, és ide akartam eljutni. Úgyhogy arra hívlak meg, hogy nézzük meg, hogy is van az északi szél megpróbáltatásaival. A tavalyi év legelején itt a pár munkatársam, a Szabi is ott volt, elmentünk a Retyezátra, ott fényképeztem ezt. Hát valami hihetetlen, hogy milyen szél volt, és hogy mennyire meg tudod fagyni a kezünk, ha csak egy kicsit lehúztad a kesztyűt a kezedről. Tényleg, na ez olyan volt, olyan nagyon-nagyon hideg. Hát nem északról jött ez a szél, nem tudom honnan jött, de körülbelül így fújt a havat a szemünkbe. És igen, ez nagyon jól kifejezi, hogy van ilyen, amikor az az érzésed, hogy csak fúj szembe a szél, és fúj a havat a szemedbe, és ahogy mondják viccesen, előttem az élet, nem látok tőle semmit. Ilyenek vannak, gondolom nem kell magyarázzam. De nézzünk meg egy történetet ezzel kapcsolatban a Szentírásból, hogy tanuljunk belőle. Sámuel első könyvében olvassuk Dávidnak a nagy történetét, akinek Isten valamikor azt ígérte, mikor még kicsi suhanc volt, hogy belőle király lesz. És amikor Isten ezt elmondta neki, Sámuel proféta által, valószínű, hogy Dávidnak ez hihetetlen volt. Mert ő egy egyszerű pásztor volt. De ezt Isten mondta. Déli szél. Valami hihetetlen, és itt most a nagy kísértés mi lett volna, hogy ő a legkisebb a családban, azt mondja a többi testvérének, hogy na, te hozod a vizet, te hozod a kaját, stb. De nem ez történt, Dávid élte az életét tovább, csak eljött az a pillanat, Dávidnak a nagy lehetősége, amikor volt egy valaki, akivel senki sem bírt, még Rambo sem, Góliát. És senki tényleg, se a bátyai, se más valaki, se Saul a király nem tudta kiállni ellene, és Dávid, aki valahogyan Istennel nagyon jóba lett ott a rejtekben, mikor ő csak a juhokkal volt, és már írta a zsoltárait, ő valahogy erőt kapott Istentől, és azt a meggyőződést, hogy Isten Góliáttal szemben is megvédi őt, kiállt és legyőzte Góliátot, ugye? Megint déli szél. A senkiből hirtelen egy olyan valakivé vált, akiről énekeltek a lányok. Ugye? Azt mondták, hogy megölte Saul a maga ezrét, és Dávid a tízezrét. És a déli szél, tehát akkor meg Dávid, persze, hogy azért nőtt a mája, de rögtön jött az északi szél, megfordult a szél, mert Saul, mikor hallotta, hogy valakinek nagyobb sikere van, mint neki, ebből nagy baj lett. És hamarosan Dávid rájött, hogy a királyot meg akarja ölni. És akkor elmenekült Júda pusztájába, tehát Júda déli része az sivatagos. És ő oda menekült. Saul elől. Északi szél. És ez úgy elhúzódott ez az időszak. Ez, ha jól tudom, 13 évig. Dávid, így ahogy olvasunk, nem jövünk rá, de
Körülbelül 13 évig Dávid bujkált Saul elől. Az nem semmi. Aztán csatlakoztak hozzá emberek, ez úgy jó volt, de azért Saul üldözte, és sokszor hajszálnyin múlott, hogy elkapják, és akkor biztos lehetett abban, hogy kinyírják. És ebben az időszakban, már jó idejében volt egy proféta, Gád, aki által Isten szólt Dávidnak, Dávid, maradj az országba. Mert ugye a könnyű megoldás az lenne, amikor az északi szél fúj, hogy elmenekülni. Hát egyszerű, amikor jön a tél, elmegyek Olaszországba, sokkal kellemesebb. Dávid számára egyszerű Júdából elmenekülni. Lehetőleg Júda ellenségeihez, a filiszteusokhoz. Rendben van, filiszteusok tárkarokkal fognak fogadni, ha én a király ellensége vagyok. De Isten szólt Dávidnak, ne hagyd el az országot. És többször is bizonyított Isten, hogy Dávidot megmentette. Sőt, ott volt, ugye, voltak ezek a helyzetek, amikor megint déli szél fújt, mikor Dávid Sault megölhette volna kétszer is, és Dávid helytállt. Csodálatos. Tehát Dávid nem is mínusz 100-nál van, hanem lehet, hogy plusz 20-nál. De mégis Dávid félt. Ez egy reális veszély volt. Tehát nem egy ilyen elképzelt veszély volt, egy reális veszély volt. És valamikor Dávid már nem tudott ellenállni annak a kísértésnek, hogy elmeneküljön. És akkor fogta az embereit, és átment a filiszteusokhoz. És nem úgy, hogy bement a filiszteus városokba, hanem így a filiszteusok területének a peremén egy kis várost kapott a filiszteus királytól, és azt ott felépítette, ennek a városnak a neve Szikeleg. Találtam egy képet, azt feltételezik, hogy ez az, amit kiástak, Szikeleg. Persze olyan biztosan nem tudhatjuk, de talán ez. Ennyi maradt meg. És Dávid szépen felépített egy várost, megerősítették, és az embereivel, és családjaikkal ott megépítették a saját biztonságukat. Jól hangzik, nem? A probléma az, hogy ez Dávid által épített biztonság, és nem Isten által épített biztonság. És az emberek nyújtotta biztonságnak van egy ellenvonása, hogy ingatag. Hogy összedőlhet. És a probléma nem az, hogy Dávid most nem követett el, milyen bűnt követett el, mert nem is az történt, hogy átpártolt a filiszteusokhoz, hanem csak úgy tűnt, mint átpártolt volna, mert ő titokban azért a pont Júda ellenségei ellen harcolt. A filiszteus király azt gondolta, hogy a Júda ellen harcol, de ő közben mindig az ellenségeket vágta. Tehát igazából mondhatnánk, hát de jót is tett. Isten szolgálta, ugye? Szoktuk mi ezt csinálni. Isten szolgáljuk, csak éppen Isten nem ezt kérte tőlünk, de Isten szolgáljuk. És Isten nagyon szerette Dávidot, és sokkal nagyobb terve volt vele, mint sem, hogy hagyja, hogy az ő biztonságában, Szikelegben élje le az életét. És besegítsen abba a tervbe, amit Isten elég jól el tud végezni nélkülünk is. És így történt az, hogy Sámuel első könyvének a végén, Dávid, a filiszteusok vonulnak Izrael ellen, Saullal van egy nagy ütközet, Dávidnak van valamilyen terve, gondolom, hogy azt akarta, hogy ő is megy, és akkor besegít a zsidóknak, ugye megint be kell segíteni Istennek, mert Isten nem biztos, hogy jól végzi a dolgát, és de a filiszteus királyok azt mondják, hogy nem, te zsidó vagy, te ebbe a harcba ne gyere. És amíg ezek a tárgyalások folynak, és minden, amikor Dávid a seregével akkor visszamegy Szikelegbe, hogy na akkor most ebben a harcban nem veszünk részt, mire megérkezik Szikelegbe, nézi, a város le van rombolva. Az amalekiták megtámadták, lerombolták a teljes várost, az összes vagyonukat elrabolták, és a családjaikat, a feleségeiket, gyerekeiket elvitték. Úgyhogy Dávid életének legrosszabb napját éli meg. Isten jól megrázkodtatta az ő biztonságát, olyannyira, hogy minden összeomlott, mert az ő biztonsága nem Istenben volt, hanem a saját erejében. Elég ügyes volt Dávid amúgy, de Istennek ez egy
egy szavába, egyetlen egy nap alatt összedőlt minden. És olyan szörnyű a helyzet, hogy az ő társai, az emberei meg akarják lincselni Dávidot. Mert rájönnek, hogy ez Dávid miatt van. Rossz döntéseket hozott. És valóban ott egy kicsit éles a helyzet, hogy most mi lesz. Isten megrázkodtatta. Mert, még egyszer, fontosabb neki az, amit ő Dávidban lát, mint az a biztonság, ami úgy tűnik, hogy megoldás ideig, óráig. És még egyszer, tehát Dávid nem az utolsó valaki volt, aki valahol meghúzta magát, hanem egy város vezetője, egy ilyen kis király. De Isten nagy királyt akar belőle, nem kis királyt. És általában ez van, hogy amit mi akarunk, az nem túl sok Istennek, hanem túl kevés. És ezért van az, hogy Isten, tehát ha megrázkodtatásban van részed, általában az van, hogy amit te akartál, amit te építettél, vagy ahol, ahogy elképzelted az életedet, az túl kevés Istennek. És az történik, itt megint Dávid nagysága, ebben az északi szélben, ami most nagyon rátört, Dávidról azt olvassuk, hogy a hatodik vers, tehát 1 Sámuel 30, hatodik vers, ám Dávid erőt nyert az Úrtól. Dávid azt csinálta, pont az ellenkezőjét, mint Ádám, nem elfutott, Dávid rájött, hogy kompromisszumban ért. Szerintem Dávid nem volt hülye, tehát eszébe jutott, várják, Gád azt mondta nekem a proféta, hogy ne menjek el ebbe az országból. Én elmentem, felépítettem biztonságomat, most összedőlt. Legkésőbb ekkor rájött Dávid, hogy itt ez a probléma. És Dávid azt mondja, erőt nyert az Úrtól, tehát nem elmenekült, nem elbújt, jaj, hanem odafutott Istenhez, és elkezdett imádkozni, és azt mondta, én tudom, Istenem, hogy te így is szeretsz engem. Ez nagy dolog, ószövetségi időket élünk. Amikor még nem tudták, hogy Jézus meghalt értünk, hogy ennyire szeretett. De ő valahogyan, fontosak azok az idők, amikor ő csak úgy a juhok között Istennel társalgott, valahonnan tudta, hogy Isten őt szereti. Így is. És ezt próbáltam a reggel is mondani, nem biztos, hogy egyből sikerül neked győzedelmeskedni, de nem olyan nagy baj. Dávid feláll, erőt nyer az Úrtól, és megkérdezi, akkor rögtön megkérdezi, Uram, mit csináljak? Menjek az amalekiták után? És Isten azt mondja neki, menjél. Megy, legyőzi az amalekitákat, kiszabadítja a családját, tehát nézzétek meg, hogy megváltozik a dolog. Kiszabadítja a családját, a többiek családját is, a vagyonukat visszaszerzik, sőt, az amalekiták vagyonát is elhozzák. Visszajönnek, és mi történik? Közben a filiszteusok legyőzik Izraelt, és megölik Sault, hát sajnos a Dávid legjobb barátját is, van ilyen, Jonatánt is. És azon a napon, ami Dávid legrosszabb napjának indult, igazából Dávid életének legjobb napjává válik, mert azon a napon lesz ő király. Azon a napon lesz Izrael királya. Mert ahogy Saul halott, egész Izrael tudja, hogy Dávid a következő király. Ez nem is kérdés. És őt megválasztják királynak, először Hebronban 7 évig uralkodik, utána a többi, először csak Júda felett, de aztán a többi törzs is azt mondja, ez a mi királyunk, és aztán átmegy Jeruzsálembe, elfoglalja Jeruzsálemet, azt a helyet, amit Isten kiválasztott, hogy mindörökre az ő jelenlétének a helye legyen, ahol a mi megváltásunkat eltervezte, és Dávid lesz a történelem szerintem legnagyobb királya. Nem csupán egy szikelegnek a királya. Látjátok, a probléma, van egy kis probléma az egészben, a mi kis kompromisszumaink. Ezek problémát okoznak, és ezeket Isten jól megrázza, mondjuk nem nagyon, csak annyira, hogy összedőjenek. És van egy nagyobb probléma. Az a nagyobb probléma mindezekben. Még csak annyit, hogy ne ugorjak előre. Dávid ezen a napon, amikor királyá vált, ír egy Zsoltárt, a 18. Zsoltárt. Ott írja, hogy ezt Dávid akkor írta, amikor Isten kiszabadította az ellenségei kezéből. Mikor volt ez? Pont ezen a napon. És ahol volt a legnagyobb ellenséges, az amalekiták. És ezen a napon ezt írta, kivezetett a szabad térre engem, megmentett, mert kedvét lelte bennem. Én egy ilyen napon, amikor kiderül, hogy milyen kompromisszumokban éltem, valószínűleg nem írnék egy ilyen zsoltárt, hogy Isten kedvét leli bennem.
És mert én teljes voltam az ő színe előtt, szeplőtelen voltam, és ilyeneket ír ebben a Zsoltárban, Dávid ezt pontosan tudja ezen a napon. És egy ilyen dicsőítő Zsoltárt ír neki, ír Istennek. Na, amint mondtam, Istennek problémát okoznak, vagy Istennek van egy kis problémája a mi kompromisszumainkkal, és ezért megrázza őket. A mi nagyobbik problémánk az az, hogy milyen Isten, hogy miért nem engedi meg a kompromisszumot a mi életünkben. Mert mondhatná, hát egy kicsi belefér, egy kicsi valami belefér. Nem, nem fér bele, tudod miért? Amit olvastunk az elején, mert Isten, ami, mert emésztő tűz a mi Istenünk. Mert Isten szerelmes belénk, és tudod, amikor valakiben szerelmes vagy, az egy kizárólagos kapcsolat. Ott nincs olyan, hogy hát te vagy az első számú barátom, és még melletted van még egy pár. Ilyen nincs. Ez kizárólagos kapcsolat, és ezért van az, hogy Istennek igenis nagy problémája van, ami kicsi kompromisszumainkkal is. És ezért van az, egy másik helyen a Szentírásban, Ózeásnál olvassuk, ezért ime, én tövissel elzárom útját, és falat emelek elé. Mit írtam én ide? Hogy meg ne találja ösvényeit, valami hiba van, meg ne találja ösvényeit. Ha aztán szeretői után megy, el nem éri őket, és ha keresésükre indul, meg nem találja őket, úgyhogy majd azt mondja, megyek és visszatérek előbbi uramhoz, mert jobb volt nekem akkor, mint most. Isten annyira féltékeny, hogy igen, megrázza a te életedet, hogy meglásd azt, hogy amiben te a bizalmadat helyezted, a kicsi bálványaid nem igazán méltók hozzád. És elzárja úgymond az utat, nem úgy, mintha hogy már nem tudnál mást választani, nem kényszerít, csak megmutatja, hogy ez nem jó, ez tüskés, ez tövises út, ez, ide nem, nincs amit keressél itt. Ilyen dolgok történtek másokkal is. Ott van Ábrahám, akinek végre jött a déli szél, hogy megszületett a fia. Isten ígérete. Csak Izsák egyben egy veszélyt is jelentett Ábrahám számára, hogy az ő szíve jobban kötődjön Izsákhoz, mint Istenhez. És ezt meg Isten nem akarta. És ezért van az, hogy Isten megrázza ezt a helyzetet, és azt mondja, hajlandó vagy-e a fiadat nekem adni? Nagyon kemény dolog. Nagyon kemény dolog. Ábrahám hajlandó lenne. És ezért mondja a Teremtés 15.1-ben Isten azt mondja, én az oltalmazott vagyok, és nagy lesz a te jutalmad. Ezt mondja Isten Ábrahámnak. Csak az az érdekes, hogy a héber szöveg megengedi azt is, hogy úgy értsed, úgy fordítsd le, én az oltalmazott vagyok, és én vagyok a te jutalmad. Amikor Ábrahám el tudja engedni a fiát, akkor vissza is kapja, mert Isten nem elvenni akar tőlünk. Isten csak azt akarja elvenni, ami nem tesz jót nekünk. De ha már nem jelent veszélyt a vele való kapcsolatunkra, szívesen visszaadja, szívesen ad neked gazdagságot is, meg mindent, amire a szíved vágyik, csak az ne legyen veszély, az ne vezessen el tőle, hanem tartson meg ott nála. És hasonló helyzetek, Józsia király, lehet, hogy emlékeztek, nem olyan annyira ismerős, de ő volt az utolsó királyok közül az egyik, aki teljes szívből Istent akarta szolgálni, és ott van az a helyzet, hogy úgy hal meg, hogy az egyiptomi hadsereget megtámadja, és ő azt gondolja, hogy Isten vele van, csak félreértette Istent, és belehal ebbe a harcba. És az egésznek elég rossz vége lesz, és van egy nagyon szép regény, Franz Werfelnek a Hajátok az ígét, ott olyan szépen le van írva Józsiának, ahogy halálra sebezve ott perlekedik Istennel, hogy de hát nem úgy volt, hogy én neked szolgálok, és ez a végig megy ezen az egész sötét úton, míg valamikor békében tud meghalni, mert rájön, hogy Isten őt szereti, csak ő tette a reményét másba, ő másképp képzelte el az útját, mint ahogy Isten. És még egyszer, előfordul, hogy tévedsz, nem ezzel van a nagy baj. Nyugodtan, vagy se fogsz is tévedni. Ne nyugodtan tévedj, de fogsz is tévedni. A kérdés az, hogy az északi szélből milyen irányba mész ki. Ott van keresztelő János, akinek hatalmas sikere volt.
Egész, azt olvasuk, egész Jeruzsálem és egész Izrael hozzávonult és megkeresztelte őket. Mindenki ráhallgatott, kivéve a farizeusok. És egyszer csak jönnek és azt mondják, hogy van valaki, aki sokkal többet keresztel, mint te. Sokkal nagyobb sikere van, mint neked. Északi szél. Mit kezdesz egy ilyennel? És keresztelő János azt mondja, hogy nem én vagyok a vőlegény, ez így rendben van. Nagy dolog. Nem flörtöl a mennyasszonnyal, tudod? Elég csúnya dolog az esküvő napján flörtölni a mennyasszonnyal, ha nem te vagy a vőlegény. Azt mondja, nem, ez nem az én. És azt mondja, nem vagyok méltó megoldani Jézus sarujának a szíját. Ez egy kép. Tudjátok, az Ószövetségben így volt, hogy megvolt, hogy kiveheti el valamelyik lányt, és hogyha az nem akarta elvenni, akkor, de más valaki akarta elvenni, akkor levette a szandálját, leoldotta, és ezzel jelezte, hogy átveszem a jogot. Ott van Ruth és Boáznak a története. Nem Boáz lett volna az, aki feleségül kellett volna vegyen Ruthot, mert ugye a Ruthnak a férje meghalt, és akkor megvolt, hogy ki kellene feleségül vegye. És ott történik egy ilyen, hogy az nem akarja, és akkor Boáz leoldja a cipőjét, a szandálját annak, és ezzel, ez egy ilyen jelképes cselekedet volt, hogy akkor az enyém lesz a mennyasszony. És keresztény János azt mondja, hogy én ezt nem teszem Jézussal, mert nem nekem jár ez. Ha ilyen helyzetekben hely tudsz állni, lehet, hogy nem elsőből, de másodikból, harmadikból, akkor mindig a vége, tudod mi lesz? Egy kinyilatkoztatás Istenről. Jobban megismered Istent, és nagyobb örömöd lesz benne. Dávid a 18. Zsoltár elején már pont erről beszél. Azt mondja, szeretlek, Uram, én erősségem, menedékem és megszabadítom, mert pont ezeket tapasztalta Isten részéről. Én Istenem, segítségem, akiben reménykedem, oltalmazom, üdvösségem szarva, aki fölemelsz engem. Dávidnak már nem kellett azon a napon magyarázni, hogy Isten képes-e a legnagyobb katasztrófából kiemelni. Ezek voltak az északi szelek. És most arra hívlak meg titeket, hogy nézzük meg a kicsit a déli szeleket is. Azt, amikor olyan jól esik, amikor a vitorlánkba kap a szél, és haladunk előre, és vannak ilyen, hál' Istennek, és kívánom is nektek, hogy legyenek olyan időszakok az életetekben, amikor valóban déli szelet kaptok, és hogy sikeresek vagytok, de csak olyat kapjatok, ami nem tesz rosszat neked. A János harmadik levele így kezdődik, hogy most nem emlékszem, így szó szerint nem tudom elmondani, de azt mondja, hogy örültem neked, örülök arról, amit hallok rólad, hogy jól megy neked, amennyiben ez jó neked. Amennyiben ez jó neked, annál többet ne kapjál, mint amennyi jó. Vagy a példabeszédekben is van egy ilyen, Uram, ne adj nekem túl nagy szegénységet, nehogy megkeseredjen a szívem, és elforduljak tőled, de ne is adj nekem túl sokat, hogy elteljen a szívem a gazdagságtól, és azért forduljak el tőled. Na pont erről van szó. Amint mondtam, a megpróbáltatás az egy olyan helyzet, ami érzelmileg érint téged, akár nagyon kellemetlen, de akár nagyon kellemes, és mindig van egy meghívás, egy kísértés, hogy valami olyat tegyél, ami inkább eltávolít Istentől. És ilyen lehet valóban egy nagyon jó helyzet is. Egy nagyon kellemes helyzet is. Példa a Szentírásból. Dávidnak a fia, Salamon, akinek a neve már azt jelenti, hogy béke. Az ő idejében béke volt Izraelben, nem voltak ellenségeik, mert mindenkit legyőztek. Dávid mindenkit legyőzött, aki ellenük mert támadni. És Salamon egyszerűen az ölébe pottyant a jólét. És tehetséges is volt, ugye nagyon ügyes volt olyan szempontból is, amikor Isten azt mondta, hogy bármit kérsz, mivel kedvenettem vagy,
Nátán proféta adott neki egy második nevet, Jedidja, ami azt jelenti Isten kedveltje. És Isten azt mondta neki egyszer egy álmomban, hogy kérjél tőlem bármit. És Salamon azt mondta, bölcsességet kérek, hogy ezt az országot tudjam vezetni. És Isten nagyon örült ennek. Olyan ügyes volt Salamon, mert nem nagyobb gazdagságot kért, mondjuk nehéz lett volna még gazdagabbnak lenni, és nem hosszú életet, és nem egészséget, és hatalmat, hanem bölcsességet. És Isten azt mondta, mert bölcsességet kért, én mindent megadok neked. Az összest, amit kérhettél volna, és nem kértél, azt is megadom. Gazdag leszes. Írja a Szentírás, hogy az ezüstöt már nem is számolták, mert az annyi volt, aranyból már annyi volt, hogy az ezüst olyan volt, mint a kő a földön. Most ez nem tudom, hogy mennyire túlzás, de nyilván ez egyszerűen minden megvolt. Tehát sosem ment ilyen jól az ország, mint Salamon idejében. Hát ő a leggazdagabb ember. Könyveket ír, legnagyobb bölcsességgel bír. Az áll a végén róla, hogy Salamon minden tervet, amely a szívében volt, megvalósította, mert Isten kedveltje volt. Képzeld el, minden terve sikerült Salamonnak. Ez nem semmi. És ebben a nagy jólétben mi történt? Salamonnak elment az esze. A Királyok első könyvében olvassuk, amikor ugyanis már vén volt, feleségei arra csábították szívét, hogy más isteneket kövessen. És így szíve nem volt teljesen az Úrral, az ő Istenével, mint Dávidnak apjának a szíve. Most megint az az érdekes, hogy Salamon nem rombolta le azt a templomot, amit Istennek épített, és nem állította le az Isten tiszteletet, és valószínűleg Salamon továbbra is énekelt zsoltárokat Istennek. Csak voltak még más istenek is. Azoknak is szolgálunk egy kicsit, mert hát ha azok is hoznak még, nem tudom mit hozzanak még ennél többet, de ugye a nagy jólétben, aminek része volt abban az időben, én ezt nem mondom, hogy ez így helyes, de része volt az, hogy 600 felesége lehetett Salamonnak, és pont ez a nagy jólét vezette oda őt, ennek nem tudott ő ellenállni, vagy nem tudta jól kezelni. Ezek a feleségek jöttek Egyiptomból, innen-onnan, mindegyik próbálta hozni a saját isteneit, és Salamonnak ezek a nők a gyengéi voltak, és először megengedte nekik, hogy abban az országban, ahol csak egy Isten van, másoknak is szolgálnak, és utána már azt mondta, hát jövök én is veled. És úgy szépen lassan, észrevétlenül egyszer csak a szíve már nem osztatlanul volt az isteni, de amint mondtam, emésztő tűz a mi Istenünk, és féltékeny. Pont azért, mert ez a kapcsolat egy ilyen kizárólagos. Nem mert Isten rossz, hanem mert senki sem hozzá hasonló. Ezért ne tegyünk senkit oda vele egy szintre. És tudjátok, hogy Izraelben a hanyatlás Salamonnál kezdődött. Onnan már csak lefelé haladt Izrael. Ilyen következményei voltak. Eltartott egy pár száz évig, de a vége az lett, hogy lerombolták az északi királyságot, és a délit is aztán, Jeruzsálemet is. Mert mikor elindult lefelé, aztán már nem tudta senki megállítani, nem is akarták. Vagy visszatérve Dávidhoz, Dávid is egy ponton, a élete vége felé, már olyan jól ment neki, hogy már nem tudta, hogy mit kezdje magával. Van egy olyan rész is, ugye, amikor házasság törés, de most nem erről akarok beszélni, de az is ugyanígy, egy déli szélben, mert az állott, hogy amikor minden király igazából harcba ment, Dávid ült a palotájának a tetején. Jól ment neki, na nesze neked, csak ennyi volt, hogy nem a dolgát végezte, kiment a palota tetejére, és ha nem meglátta Betsabét. De van egy másik történet, amikor még ezen is túl volt, hogy már idős volt Dávid, és nagyon jól ment neki. Olyan nagy hatalma volt, hogy nem is tudta, hogy mekkora. Gondolta, számoljuk csak meg, lássuk, mekkora az én hatalmam. Végezzünk népszámlálást. És ezzel mi a probléma? Amúgy Isten már régen mondta, hogy népszámlálás csak az én parancsomra. De itt mi a probléma? Dávidnak nagyon jól megy, és fel akarja mérni az ő jólétét. Hogy lássuk, miben bízhatok, érted? Hány harcra képes katonám van nekem? Vagyis mekkora az én hatalmam? Pedig Dávid tudhatta addig, hogy az ő hatalma nem a katonám. Le is írta a Zsoltárba, hogy nem a harcosok erejében, hanem Istenben bízunk mi. Csak éppen akkor volt egy ilyen... Emlékeztek, a reggel mondtam, hogy amikor vannak ezek a megpróbáltatások, úgy csodálkozol, hogy nem gondolkozol tisztán.
Na, Dávid pont ezt csinálta. És Dávidnak jobb lett volna, ha akkora jólétben volt, és akkora hatalma volt, hogy jobb lett volna, ha nem tudja, hogy mekkora. És Isten nagyon megharagszik. És mivel, hogy Isten megharagszik, nyilván, hogy Dávid tudta, hogy nem helyes, amit tesz. Mert Isten nem haragudott volna meg rá, hogyha hát tévedtem. Dávid már sokszor tévedett, és Isten nem haragudott rá, hanem csak helyreállították a dolgot. De most egyenesen azt írja, hogy Isten megharagudott, mert tudta Dávid, hogy ezt nem kellene tenni. A kérdés az, testvérem, hogy mit engedsz meg, hogy a sikereid tegyenek veled, amikor sikerekben van részed? Mit engedsz meg, hogy tegyenek veled a sikerek? És tudod, onnan jössz rá, hogy itt valami bűzlik, van egy pár jele annak, hogy rájössz, hogy rájöjjél, hogy itt valami nincs rendben. Az egyik az, hogy baj az, hogyha valaki hozzá piszkál. Hogyha elveszik tőled. Az baj. Ehhez ne nyúljatok. Ez az én hatalmam, ez az én királyságom. Ehhez ne nyúljatok hozzá. Érted? Nekem volt olyan, hogy valaki megkérdezte a véleményemet a tőzsdéről. Igen, tőzsdézet. És én akkor azt hittem, hogy ez nem helyes. Különben azóta rájöttem én is, hogy nincs azzal semmi baj, hogyha jó szívvel, tehát hogyha nem a szívedet teszed bele. De ő megkérdezte, és én akkor azt mondtam, én úgy gondolom, hogy ezzel van valami baj. És úgy felháborodott, hogy csodálkozott, hát nem te kérdezted? Ha megkérdezett, én elmondom a véleményemet, most ezt nem lehet helyben hagyni. Nekem az volt, ebből az, arra jöttem rá, hogy neki a szíve ott volt már rég. És ő csak azt kereste, hogy valaki szentesítse. És nem ezt kapta, akkor felháborodott. Na, az ilyen dolgoknál akkor biztos, hogy valahogy te nem helyes módon kapcsolódsz ahhoz a dologhoz. De ezek lehetnek nagyon jó dolgok, például szolgálat Isten országába. Én magam tudom, nekem rosszul esik, hogyha nem értékelik az imádságházat. Egyszerűen rosszul esik, és ennek van egy, hát van ennek egy helyes oldala is, hogy persze, hogy Istennek az ügye, hogyha nincs értékelve, akkor rosszul esik. De van az a rész, ami rólam szól, és arról, hogy az emberek engem mennyire becsülnek, vagy a munkatársaimat. És ilyenkor mindig felül kell vizsgáljam, hogy állj meg, most mi a fontos nekem, Isten vagy a szolgálat? Nem ugyanaz. Isten és az én szolgálatom nem ugyanaz. És igazából Isten mondhatná, de téged miért bánt olyan nagyon, mert igazából engem bántanak. Nem téged. Téged nem kéne annyira bántson. Nézd meg, én nem haragszom rájuk, vagy nem ütöm agyon őket, te akkor miért haragszol? Nagyon-nagyon sokszor ilyen nagyon-nagyon alatomos, jó dolgokról van szó. Amúgy jó dolgok, csak éppen a probléma a mi kötődésünk, az, amilyen helyet foglal el a mi szívünkben. És Isten azt mondja, ezt a helytelen kötődést, ezt nem akarom. A te érdekedben nem akarom, hogy tovább vele élj. És ezért elveszem tőled ezt a dolgot, vagy megrázom. Majd visszakapod, amikor helyesen tudsz kötődni hozzá. Talán. A másik jele annak, hogy valami nincs rendben, az, hogy sokszor, ha baj, az, hogyha másnak is megvan. Például Saulnak sikere volt, ő egy hőse volt Izraelnek. Amikor meghallotta, hogy Dávidot is dicsérik, és egy kicsit jobban dicsérik, mint őt, ez probléma volt. Pedig igazából kellett volna örüljön, hogy itt vannak hősök az én népemben, akikkel csapatot hozhatunk létre, és akikkel legyőzhetjük az ellenségeket. De nem, valakinek nagyobb sikere legyen, mint nekem. És ez valóban, ugyanígy Keresztelő Jánosnál, pont ez volt a téma. Van valaki, aki keresztel még rajtad kívül, sőt, többet, mint te. Mit szólsz te ehhez? Normálisan mit szólnál? A mindent, ezt én találtam ki. Nálam van a copyright. Miért nem kérdezik meg tőlem is? Mi az, hogy a mi dalunkat mások éneklik, és nem írják oda, hogy mi vagyunk? Persze, az a helyes, hogy odaírják. Az a helyes, hogy odaírják. De nem írták oda, az az ő részük. Az én részem az, hogy mostan ezen fogok én 3 napig gondolkozni egész éjjel, vagy hogyan. Megtehetem azt is, hogy te, miért nem írtátok oda? Hát végül is ez a mi dalunk. Hát lehet ez szépen is, de az, hogy ez engem emész napokig, ez akkor baj. Ez akkor baj.
Vagy amikor, hát ezt már talán említettem még, de nem mondok nevet, amikor visszajöttünk Augsburgból is, elég erős ellenszelet tapasztaltunk bizonyos részekről, és egyszer megkérdeztem az illetőt, de mi a probléma? Miért vagy ennyire ellenség? És azt mondta, hogy de a mi embereinkkel akarsz valamit csinálni, és mi, ezek a mi embereink. Tényleg, a ti embereitek? Azt hittem a Jézuséi. De most már képbe raktál a ti embereitek. Érted? Ahelyett igazából ilyenkor azt kéne mondani, ne, karöltve, gyere, van neked is most valami új, valami jó, gyere, csináljuk együtt. Ez engem is emel, téged is emel, nem lenne ezzel semmi baj. Tudjátok, az a helyzet Isten országában annyi hely van. Csak mi úgy képzeljük, hogy nincsen, de annyi hely van. Miért a másikat támogatják, ugye teljes idejű szolgálóknál ez a nagy kísértés. Miért a másikat támogatják, miért nem engem, nekem is szükségem van. Te az én barátom vagy, miért a másikat támogatod? Mert így döntöttél, a te dolgod, a te pénzeddel, te csinálsz, amit akarsz, igaz? És mondhatnék egy csomó példát, sajnos tényleg lépten nyomon és a legszentebb dolgokban is kiderül, ahol a mi szívünk nincs még a helyén. És Isten direkt hagyja, és újból fogsz ezekbe ütközni, addig, amíg helyre eljön az eszed. Jézusnak volt-e ilyen kísértése? Azt olvastuk, hogy a reggel említettük, hogy mindenben ismerte a kísértés. Jézusnak akkora sikere volt, ugye, amikor csodákat tett, és az emberek özönlöttek hozzá. És hidd el nekem, hogy ott volt az a kísértés, hogy ezt valahogy csak úgy csinálni. Most minek kell beledobjad magad ennyire? Valahogy végez ezt az, hát nem kell azért annyira, mikor fáradtak vagytok, s félrevonulnátok, jönnek az emberek, és te még mindig. Jó, persze, itt lehet a másik kísértés is, hogy kiégésig, erre azért Jézus vigyázott. De Jézus olyan szépen helytált. És az az érdekes, mikor ennyi ember özönlik hozzád, most képzeljétek el, most azért nagyon szépen itt összegyűltünk, de képzeljétek el, hogyha most olyan sokan jöttek volna, hogy megtelik ez a templom teljesen, és már nem férnek a templomba. Mint ennek az imanapnak a szervezője, hát nőtt volna, itt oldalt valami, nagyon. És képzeld el, hogy itt ezek között, az emberek között egy csomó olyan van, aki akar velem beszélni. Megosztani a problémáit, és minden, és kell segíteni rajta. És ilyenkor a megkísértés az, hogy elfelejtsem, hogy miért vagyok itt. Hogy reggel még azt mondtam, hogy azért vagyunk itt, hogy Isten dicsérjük. És egyszer csak az emberekért vagyok itt. És Jézusnál pont ez lehetett. Jöttek az emberek, hogy gyógyítsa őket, és annyit kellett gyógyítani. És aztán este már fáradt volt Jézus. És a kísértés az lett volna, és a normális, hogy most lefekszik. De Jézus olykor, főleg amikor tudta, hogy nagyon súlyos döntéseket kell hozzon, nem feledkezett meg arról, hogy felmenjen a hegyre, és átimádkozza az éjszakát. Mert tudta, hogy neki minden az emberek segítésén előtt ott van, hogy ő az atyával kell kapcsolatban maradni. Másképp nem is működik ez rendesen. Azért ez a kísértés nagyon reális volt Jézusnak. Ő is átment ezen. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kísértést nem is a nehéz időszakok jelentik számunkra. Amikor nagyon-nagyon nehéz, úgyis Istenhez futsz. Főleg, hogyha nincs megoldás. Ezért van az, hogy ugye Afrikában sokkal többen hisznek Istenben, és valóban ott nagy erős hitük van, és csodák történnek valóban, de én sokkal jobban csodálom itt Európában azokat, akik itt a jólétben mégis Istenben bíznak. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit nagyobb, hát ha most egy kicsit emberileg mondom, nagyobb teljesítmény. Amikor másba is vethetnéd a bizalmadat. Mert egy olyan ország, ami Mozambikban, ahol a legközelebbi orvos 300 kilométerre van tőled, ha beteg leszel és nem tudsz menni, akkor valószínű, hogy az egyetlen megoldás az, hogy Istenben bízza. De ha ott van az orvos is, mégis Istenben bízni, persze ezzel nem azt mondom, hogy ne menjetek az orvoshoz, de érted?
mégis tudni, hogy ki az én forrásom, akkor is, ha van tévé, és van pénz, és van minden, és tudok nyaralni, és minden, hogy a szívem ne hozzákötődjön, azt gondolom, hogy sokkal nehezebb. Az a kérdés, hogy tudod-e, hogy naponta szükséged van a kegyelemre? Én azt gondolom, hogy ezért van szükség arra, hogy naponta Istennel töltsünk időt, és újból és újból, újból és újból, akkor is, amikor nincs szükségünk rá, úgy tűnik, hogy nincs szükségünk rá, akkor is újból a szemem elé helyezem azt, hogy de nekem szükségem van rád, Istenem. Mert ha nem elpuhulsz, és olyan leszel, mint ez az ember, láttátok a Rocky sorozatot? 80-as években ez volt a nagy, nagyon nagy szám volt, és volt a Rocky 1, Rocky 2, és aztán jött a Rocky 3, ami arról szól, hogy ez a férfi, miután már akkora sikerei voltak, már nem edzett annyira. És aztán megint volt egy kihívás, de ő már úgy elpuhult. És újból fel kellett tornászni magát, és nagyon nehéz volt, hogy edzen újból, és beleálljon ebbe az edzésbe, hogy aztán tudja legyőzni az ellenségét. És valóban ez a nagy veszélye a déli szeleknek, hogy elpuhulunk. És akkor kimegyünk a palota tetejére. És hidd el nekem, hogy van valaki, aki gondoskodik róla, hogy meglátsd Becsabit. Ugyanezt történt Saullal is. Nagyon jól kezdte, mint király. Legyőzött egy csomó filiszteust. A nagy déli szélben, mikor megjelent Dávid, ezt már nem lehet engedni. De nézzünk egy olyan embert is, akire nagyon-nagyon felnézünk, mert lehet, hogy Saulra nem nézel fel, pedig szerintem fel lehet nézni legalábbis a kezdeti Saulra. Ott van Pál apostol, aki nagy sikerrel járt a menjünk tovább, jó? Aki nagy sikerrel járt az evangelizációban, és nagyon ügyes volt, és átment, ugye, megkövezték háromszor, túlélte, megostorozták többször, túlélte, tehát azért nem semmi, amin ő keresztül ment, és akárhova ment, először a zsidóknak hirdette az evangéliumot, és majdnem minden esetben visszautasították, és ellene támadtak, tehát nagyon kemény, Pál egy nagyon kemény ember volt, és nagyon-nagyon jól csinálta a dolgát. És ez déli széllé változott nála, olyan értelemben, hogy amikor találkozott mások gyengeségével, pont ezeken a területeken, nem tudta megérteni őket. És valóban erre hajlunk, hogy amiben mi jók vagyunk, amiben mi déli szelet élünk meg az életünkben, amit mi jól csinálunk, pont abban nem fogjuk tudni elfogadni, vagy nehéz lesz elfogadni, ha valaki abban nem jó és gyengeséget mutat. És ezért volt az, hogy amikor például az egyik társa, Márk, éppen gyenge volt, a nehézségek elől elfutott, tudjátok, ott Pamfiliában, amikor ott a hegyeken kellett átmenni, és egyszer csak Márk azt mondta, na jó, én megyek vissza, és elhagyta őket. Pál nagyon megharagudott rá. És legközelebb, amikor Barnabással akartak menni egy másik missziós útra, és Barnabás azt mondta, gyere, vigyük Márkot, azt mondta, nem, ezzel az emberrel nem megyek sehova. Hát egyszerűen leírta Márkot, de így, hogy ezzel nem. És ez olyan keményen képviselte, hogy szét is váltak az útjaik Barnabással, mert Barnabás azt mondta, én mégis kitartok Márk mellett, mert az unokaöcsém is. És én látok valamit benne. Pál nem. Annak ellenére, hogy minden másban, testvérem, az életszentség, vagy a nagy lelki élet még nem jelenti azt, hogy te mindenben jól csinálod. Ezért van az, amit mondtam. Újból és újból ez kihívás. Erről szól a keresztény életünk. Nem arról szól, hogy na, megtaláltam Jézus, azóta nincs egy problémám se. Isten nem a mi villámhárítónk, hanem Isten a mi trénerünk. És Isten pontosan azt fogja csinálni, hogy igen, mondtál rám, na gyere, akkor most végigvezetlek. Igen, nehéz lesz, de hidd el nekem, bízál bennem, hogy ez jó lesz. A végén te hálás leszel mindazért, amin keresztül mentél. Akár hideg szél volt, akár déli szél volt, de hogyha déli szél van, és látom, hogy nem állsz helyt, akkor megfordul a szél. És a vége nekem az a legfontosabb, azt mondja Isten, annyira szeretlek, nekem a legfontosabb, hogy a hideg szelekben is, meg a déli szelekben is helytálljál. Mert szeretlek, mert ez a legfontosabb számomra. Mert azt akarom, hogy te is ugyanúgy tudjál szeretni.
Másik példa József, már említettem, Potifár, stb. Ott is fordult a szél Józsefnél ide-oda, és milyen nehéz volt azért. Képzeld el, mikor te rabszolga vagy, és hirtelen ott van a lehetőség, hogy felemelkedj. És ő mégis helytállt. A lényeg az, mi azt gondoljuk, hogy ahogy élünk, és élünk, egyre jobb lesz. És ez adja is az Úr, hogy könnyebb legyen, meg jobb legyen. De igazából, ahogy telik az életünk, azt kell lássad, hogy egyre több mindent el kell engedjél. Nagyon sok lehetőséggel kezdesz, és egyre kevesebb lehetőséged van. És ezt Isten bölcsen gondolta ki, hogy igen, egyre több mindent elengedjünk. A legvégén mindent el fogunk engedni, és már csak ő marad. Erre jó, hogyha felkészülünk, hogy ez könnyebb legyen. Egyre többet el kell engedjünk, és ezt érdemes a te jelenlegi helyzetben, nem tudom, hogy most miben vagy, északi szélben, déli szélben, hogy engedd el, hogy mindig tudatosítsd, Uram, most ez fáj, mert ez nincs meg, de elengedem. Mert te vagy. Akkor is, ha már nem maradt semmim, akkor te még maradtál. Vagy hogyha mindenem megvan, hogy azt tud mondani, de nem csak így elméletben, hanem az, hogy de Uram, ez mind semmi igazából, ez mind semmi. Ha te nem vagy, akkor ez mind semmi. És hogyha elvennéd, akkor hát nem azt mondom, hogy örülnék neki, de Uram, nem hiszem, hogy olyat veszel el tőlem, ami nem tesz jót nekem. Említettem egy másik tanításban, nem tudom, hogy ti hallottátok ezt, hogy Loyolai Szent Ignácról jegyezték fel, ugye ő hozta létre a jezsuita rendet, nagy mű, elterjedt az egész világban, nagy missziós mű, és valamikor az élete vége felé hozták az üzenetet, hogy a pápa betiltja az ő rendjét. Ugye voltak ellenségei. És azt mondják, hogy Ignác bevonult a kápolnába, és egy olyan fél óra múlva kijött, és ugyanúgy mosolygott, és ugyanúgy rendben volt, mint máskor. Nem az a, tehát rendben van, hogy fáj, persze, hogy fáj, hogy életed művét tönkreteszik, de hogyha egy fél óra neked elég, hogy rendbe tedd magad Istennel, ez nagy dolog. De ha nem egy fél óra, hanem egy hét alatt rendbe teszed magad Istennel, ez is nagyon nagy dolog. Azt semmiképpen sem akarom, testvérek, hogy azt sugaljam nektek, hogy neked nem szabad problémád legyen, és nem szabad szomorúnak lenni. Igen, légy szomorú, csak ne fordítson el téged Istentől. Valahol találd meg, ahogy Dávid is, erőt nyerni az Úrból, hogy ez mostan így megkíván egy pár napot, vagy mennyit kíván meg, az egy másik dolog. A kérés az, hogy a végén győzedelmesen jössz-e ki belőle, vagy nem. Isten ezt akarja győzedelmesen, és lehet, hogy mostan két hónapig harcolsz Istennel, és így jössz ki győzedelmesen, már ez is győzelem, a következőkor már csak egy hónapig fogsz harcolni. És ez még nagyobb győzelem. Testvéreim, visszatérek az északi szélhez. Nem térek oda vissza, mert még van ez. A kérdés az újból és újból, ahogyan befejeződi a 139. Zsoltárnak a vége, ez a nagy kérdés, nekem nagyon tetszik ez a része, hogy így fejeződik be a Zsoltár, hogy vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg szívemet. Tégy próbára, és ismerd meg utaimat. Lásd, vajon a gonoszok útján járok-e, és vezess az örökké valóság útján engem. Vagy lefordítva, Uram, még mindig a te utadon járok, vagy már nagyon eltávolodtam. Nem akarom áltatni magam, nem akarom úgy tenni, mintha én veled járnék, de már rég nem. Ezért rázzál meg, Uram. Ha netalán nem vagyok már a te utadon, akkor rázz meg jól, hogy ébredjek fel. Visszatérve ahhoz a képhez, hogy északi szél és déli szél. Mit akar Isten igazából ezekkel? Miért a megpróbáltatások egyáltalán? Összegezve. Emlékeztek? Jöjj északi szellő. Jöjj déli szél, lengyát kertemen, vidd a balzsamos illatát, hogy ő örömét lelje benne. Ott van az illat. Az illat, tudod, a te illatod az a tiéd, az rólad szól. Most tudom, hogy van olyan ember, akinek kellemetlen az illata, de itt kellemes illatokról beszélünk. Igazából, amikor érzed valakinek az illatát, azt érzed, hogy ő milyen. Különben
nagy szerepe van abban is, amikor szerelmes leszel. Nem is veszed észre, hogy illatokról van szó, de ugye a kémiáról szoktunk beszélni. De ez valahogy így működik. Az ő. Tehát tulajdonképpen, amikor Isten érzi a te illatodat, akkor ez így emberileg kifejezve, Isten megismert téged. Amikor a mennyasszony azt mondja, hogy északi szellő jöjj, déli szél jöjj, és mindegy, hogy melyik, csak vigyázz, hogy Isten lásson engem, érezze az én illatomat, és ez lehetőleg az hasonlítson a Jézuséra. Másodszor azért adja Isten ezeket a megrázkodtatásokat, hogy jó alapra építsél. Hogy olyan alapra építsél, és úgy építsél, hogy az helytálló legyen. És harmadszor, amilyen képet használtam a délelőtt, és most is utaltam rá, hogy belőlem az arany jöjjön elő. Most még egyszer nem tudom lehúzni, de hogy az arany jöjjön elő, az ércből arany legyen. Tehát ez a lényeget. Most ebben a három mondatban próbáltam összegezni, amit ma el akartam mondani nektek. Hogy Isten ismerjen meg engem, és az kedves legyen előtte, hogy jó alapra és jól építsek, és hogy én valóban arany legyek, értékes. Mert ott van az érték bennem, de hogyha az keverve van salakkal, akkor azon nem lehet semmit kezdeni. De hogyha ki van szedve az arany a salakból, a salak mehet, akkor minden rendben van. Úgyhogy tedd újból és újból azt, hogy azt mondod, Uram, köszönöm mindazt a jót, ami bennem, ami az életemben van. Köszönöm a jó munkahelyemet, vagy köszönöm, hogy van, amiből éljünk. Köszönöm a gyermekeimet, köszönöm a kapcsolataimat, barátaimat. De mindezek ne legyenek túl fontosak számomra. Ne legyenek fontosabbak, legyenek fontosak. De ne legyenek fontosabbak nálad. És ezt tedd újból és újból. Újból és újból, mert hidd el nekem, hogy ha nem teszed, újból és újból jelentkeznek olyan number one jelöltek, akiket próbálják elvenni a helyét Istennek. És ezek lehetnek személyek, helyzetek, siker, stb. Ez a baj, hogy nagyon sok minden tud lenni. Hogy bármi tud lenni, ami nem Isten. Úgyhogy Istenünk, én köszönöm neked, hogy jó idejében figyelmeztetsz minket. És Uram, ma szeretnénk megköszönni neked a megrázkodtatásokat, még a kellemetlenségeket. Szeretnénk megköszönni, Uram, mert hát ma ez tárult a mi szemünk elé, hogy ezekben is a te szereteted árad felénk. És mindaddig, amíg lélegzünk, még mindig van erre lehetőségünk, még mindig elénk hozol olyan dolgokat, északi szellőt, déli szelet. Uram, én kérlek téged, hogy az északi az valóban csak annyira legyen erős, hogy hely tudjunk állni. És hogy a déli az csak akkora legyen, hogy a mi szívünk ne forduljon el tőled. Uram, nem akarunk olyanok lenni, mint Salamon az idős korában, hanem olyanok akarunk lenni, mint Salamon az a fiatal korában. És olyanok akarunk lenni, mint Dávid, amikor helyt állt. És olyanok akarunk lenni, mint Dávid, amikor elbukott, és utána mégis benned lelt erőt. Mert Uram, te egy jó edző vagy, és a mi bukásaink sem okoznak neked gondot, hogyha mi felállunk. Úgyhogy, Uram, ma újból felállunk abból, amiben most vagyunk, mindazok, akik most éppen nehézségeket élünk át. Azok, akiknek nemrég volt egy bukása, akiknek most a lelkiismerete nagyon-nagyon ellenük szól. Most úgy döntünk, hogy felállunk és hozzád futunk. Azok pedig közülünk, akik déli szelet tapasztalnak éppen, hálával köszönjük neked, Uram, a sikert, a kegyelmet, a kenetet. De Uram, kérünk téged, hogy ne engedd, hogy ezek elhatalmasodjanak rajtunk, és elvegyék a te helyedet. Köszönjük neked, Uram. Amen. Most lesz egy szünet megint, egészen 4 óráig, de előtte, mivel hogy hát lehet, hogy még ki fogok állni, és még mondok egy-két dolgot a mikrofonba, de már ennyit nem fogok mondani. Még egy utolsó hirdetés nektek, de ez egy ilyen bizonytalan hirdetés, mert már sokszor terveztük, és nem jött össze.
Az idén is szeretnénk, hogyha